104 Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Kellemes hétvégét kívánok. Velünk történt magazin műsorunkat hallják, és benne is a harmadik új blokkunkat, ez a közösen sikerülhet a járvány okozta gazdasági helyzet problémáira megoldást jelentő lehetőségeket, innovatív megoldásokat mutatunk be, és hát már volt témánk egészen pontosan egy évvel ezelőtt, az a korszerű szarvasmarha telep, amelyet ugye Mezőhegyesen hoztak létre, és most hát a telefononal túlsó végén Kovács Norbert, a Mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság vezérigazgatója. Vezérigazgató úr, tisztelettel üdvözlöm! Napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésemre áll, és be tudjuk mutatni ezt a újdonságot Mezőhegyesen. Hát akkor most már el lehet mondani, hogy ez befejeződött? Tehát most már bent vannak a marhák ebben a korszerű telepen? Igen, befejeződött a beruházás, azért nem teljes üzemben megy még a két új istálló, mert ez egy folyamat. A folyamatot elkezdtük október 2-án 180 tehén betelepítésével, amihez hetente egy 10 kötőjel 30 darab új állatot tudunk beszoktatni, illetve október végén, egész pontosan 27-én lesz még egy nagyobb betelepítés a kettes számú istállóba, az egy 120 tehenet fog jelenteni, tehát október 2-ához képest azt tudjuk mondani, hogy egy hónapon belül a jelenlegi tehén állományunknak a fele betelepítésre került, majd folyamatosan a tehén biológiájából, illetve a telep működéséből adódóan, ez egy 3-4 hónapos folyamat lesz, mire a teljes régi telepet ki tudjuk, illetve régi istállókat ki tudjuk üríteni, és így történik ez a beszoktatás. Sajnos egyik napról a másikra ezt nem lehet megoldani, így is elképesztő munkát végeznek a kollégák ezeknek a teheneknek az áttelepítésével, beszoktatásával. Rengeteg kérdésem merült fel, vezérigazgató, az első legyen az, hogy aki esetleg nem hallotta volna így a Rádió 1-en keresztül, hiszen itt számoltunk be erről, milyen beruházás történt jelenleg, mekkora területet érint, milyen gépek, vagy mik kerültek beszerzésre? Igen, valóban ez az alapja az egész beszélgetésünknek. Ez egy olyan robot fejés technológiával ellátott két darab istálló, aminek a kapacitása 880 tehén. Ebben az a világújdonság, hogy ezt a 880 tehenet 8 dupla boxos robot fejli meg, ami azt jelenti, hogy emberi beavatkozásra nincs szükség, és ilyen méretű teletnél ezt a technológiát még nem alkalmazták. Gyakorlatilag Európában teljesen biztos, hogy egyedülállóak vagyunk. A világon van hasonló elven működő, de valamiért mégis más ilyen robot technológia, tehát mindenféleképpen úttörők vagyunk ezen a téren. Ez hatalmas munkát jelentett a kollégáknak, és magának a technológiát forgalmazó cégnek is, illetve az építőipari vállalkozásoknak is, mert egy olyan úton kellett menni, amiben tényleg nem járt előttünk senki. Mekkora csarnokok ezek, vagy istállók? Egy-egy istállóban 440 tehén van, ez több mint 150 méter hosszú, és mint egy 40 méter széles, tehát azért fizikailag is meglehetősen nagy kiterjedésű, egy ipari csarnokszerű épületet kell elképzelni, igazából egy nagyüzemi tehéntartási technológia van benne, de ami az eszenciáját, illetve az egyediségét adja, az a robot fejés, ami az istállón belül található, tehát az állatoknak még ki sem kell jönni az épületből, hanem ott belül, az épületen belül gyakorlatilag mindenféle szükségletüknek eleget tudnak tenni, illetve mi is a teljes termelési folyamatot ott végezzük el velük. Igen, na hát ezért is mondtam én így a beszélgetésben, hogy ez világújdonság, és ezért is jó, hogy be tudunk erről számolni. Itt a 104 Rádió 1-en, ugye azt említette vezérigazgató, hogy a két istálló 880 tehén befogadására képes 440-440. Mennyi van jelenleg önöknél a tejelőmarhák? Ugye ezeket úgy hívják? Igen, ezt így hívják. Gyakorlatilag ez a létszám, ez a mi mostani állományunk létszámával megegyező, tehát ebben sem csökkenés, sem növekedés nem várható, hanem a jelenlegi állományunk kerül áttelepítésre. Ami a fejlődés lesz, az az egy egyedre eső tejtermelés. Innen persze számítottan az egész telepnek a tejtermelésen fog növekedni, de ebben ez lesz az előre mutató, hogy a lényegesen jobb körülmények, illetve a egészen más technológiának hatására folyamatosan tejtermelés növekedést várunk, értelemszerűen költségcsökkenés mellett, mert ebben a két istállóban nagyon-nagyon jól kiszolgálhatóak az állatok, és a dolgozóknak a munkakörülménye is lényegesen javulni fognak. Vezérigazgató, arra szeretném önt kérni tisztelettel, hogy azért úgy éreztessük a hallgatóinkkal, hogy így 880 tehén, amelyek ugye folyamatosan tejelnek minden nap, ez mennyi tejet
mennyiséget jelent? Lehet így számokat, vagy liter, vagy hektoliter, vagy ezt hogy mérik? Igen, nagyon érdekes, a robotban mindent mérünk, tehát még a tejleadásukat is percre visszaszámítva, hogy amikor a fejés tart, akkor milyen gyors a tejleadásuk, elképesztő mennyiségű adatunk áll rendelkezésre az állatokról. Nem túlzás azt kijelenteni, hogy többet tudunk az ő fizikai állapotukról, illetve az egészségügyi helyzetükről, mint a saját magunkéról. Tehát például egyedi azonosítással vannak az istállóban, tudjuk minden pillanatban a testfőmérsékletüket, az aktuális lépés számukat, természetesen a takarmányfelvételnek az idejét, a kérődzési időt, illetve ehhez kapcsolódóan a tejtermelést. A kérdés erre irányult. Ma a bent lévő állatoknak a fejési átlaga az 39 kg fölött van per tehén per nap. Ez, hogyha a teljes állomány beállításra kerül, a termelésünk az nagyjából évi 10 millió liter, és ezt szeretnénk legalább 10-15%-kal növelni a következő évek során ennek az említett új technológiának a használatára. 10 millió liter tej. Hú, de jól hangzik. Én nagyon szeretem a tejet, úgyhogy számomra ez megnyugtató, hogy ilyen jó az ellátásunk és jó a tejbiztosítása. Nagyon érdekes dolgokat mondott vezérigazgató, ez még megütötte a fülemet, hogy még a tehenek lépéseit is számolja a robot. Igen, ennek élettanilag nem a robot, hanem a nyakukban van egy azonosító, és a robotban a fejés során ezek az információk kinyerésre kerülnek. Igen, élettanilag nagyon fontos szerepe van abból, hogy tudjuk, hogy mennyit mozognak az állatok. Egyrészt az ivarzás kapcsán van ennek jelentősége, másrészt betegségre is lehet belőle következtetni, hogyha például indokolatlanul már lecsökken a lépésszám. Értem, nagyon érdekes. De hát akkor ennyi tehénnél azért, hogy lehet bocikra is számítani, ugye? Tehát van utánpótlás is. Természetesen az egész tejtermelésnek az alapvető folyama a megtermékenyítés és az elletés, tehát egy ilyen telepen folyamatosan zajlik ez a folyamat, és gyakorlatilag ennek révén termelődik a tej. Tökéletes, ugye most eddig tehenek beszéltünk, de nem kerülhetem meg, illetve nem engedhetem el úgy vezérigazgatórat, hogy a lovakról ne beszéljünk. A lovak is jól vannak, ugye, ők nekik is nagyon korszerű. Én voltam ott nagyon sokat Mezőhegyesen, és én bent voltam ott a lovak között, megnéztem őket, hát le a kalappal, nagyon jól tartják őket. Igen, köszönjük szépen, és ez folyamatosan fejlődik. A 20 és a 39 Majorban még zajlanak az építkezések, de már ahol az állatok tartása folyik, ott gyakorlatilag 90% fölötti a készültség, úgyhogy inkább a beruházások már csak a külső infrastruktúrát érintik. Jól vannak a lovak, jelenleg a csikók választása történik, ugye az idén tavasszal született csikók eddig az anyjuk mellett voltak majori tartásban, és most ezeknek a csikóknak a választása, válogatása zajlik. Elmondhatom azt, és örömteli, hogy nagyon jó évjáratot sikerült a kollégáknak előállítani. Nagyon sok ígéretes csikó van szinte minden fajtából, és nagyon-nagyon izgatott várjuk már a jövő évet, mert úgy tűnik, hogy az az út, amin még a kollégák elindultak több évvel ezelőtt, a párosítás, illetve az egész tenyésztés kapcsán, az bizalomra ad fokot. Vezérigazgató, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésemre állt. Jó volt erről beszámolni, jó volt ezt hallani. Köszönjük Önöknek az elvégzett munkát, további jó munkát, eredményes munkát és jó egészséget kívánok Önöknek. Köszönöm szépen a kollégák nevében is. Velünk történt magazin műsorunkat hallják itt a 104 Rádió Egyen. Kovács Norbertel, a Mezőhegyesi Nemzeti Ménes Birtok és Tanggazdaság ZRT vezérigazgatójával beszélgettem. Műsorunkat hamarosan folytatjuk, maradjanak!